Tavasszal a körzetének belvárosi, most a kertvárosi részén tartott fogadóórát Cirbus Gábor, akit tegnap délután közel 200 lakos keresett felkérésével. Az önkormányzati képviselő úgy látja, sokan igénylik ezt a kapcsolattartási formát. Én nagyon szeretem a személyes kapcsolattartást a lakossággal. Nyilván nagyon gyorsan lehet kommunikálni akár messengerbe, akár e-mailbe vagy telefonon, de én abban is bízom, hogy egy személyes találkozás alkalmával teljesen más viszony alakul ki, és sokkal több problémát meg lehet beszélni, mint akár egy üzenetben is. És azért tartom fontosnak, hogy minden alkalommal, amikor csak tehetem, felkeresem a lakókat a lakóhelyükhöz közel. A fogadóórán számos téma merült fel. A Szent István tér környékén élők például a közbiztonságra panaszkodtak, mert éjszakánként rendszeresen becsöngetnek, bezörgetnek hozzájuk. A templom még ki volt világítva, addig nem igazán féltünk. A szomszédasszony meg azóta fél, mert hogy nincs közvilágítás. Ő ott pont a sportpályának a szélén lakik, és önálló még a párkányt is megverik, és mondják, hogy mama. Gyereki, meg ilyen, szóval úgy, hogy félünk. A kertváros egy másik részén viszont a csapadékvízelvezetés okoz gondot. Ennek megoldásában is kérték a képviselő segítségét. Mostanában nagy-nagy esők vannak, és akkora eső van, hogy a szép járdánkon megáll a víz. Nincs lefolyó. Ez a nem a mi oldalunk, én a Pároson lakunk, de velünk szembe. És volt erről már szó máskor is. Két áteresz kéne meg egy szakember, hogy a Báró Józsika fele lefolyjon a víz. Cirbus Gábort a fogadóórán kérdezték a Makói Ipari Parkba települő csomagolóanyaggyártó üzem veszélyességéről is. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzati képviselő mindenkit megnyugtatott, és azt kérte, ne higgyenek a közösségi médiában rendszeresen terjedő rémhíreknek, hiszen azoknak semmi alapja nincs.